Sziasztok, üdvözlök mindenkit itt a csatornán, és most a mostani adásunk a nagytarcsai szezon előtti versenynek a visszatekintője, ahol mi is, én is Kámival és az Emészgárd is részt vett. Szerintem egy nagyon jó hangulatú verseny kerekedett, nagyon sok nevező volt. Hobbi B kategóriába majdnem elérte a nevezők száma az 50-et. A hobbi B kategóriában mentek azok az ifjú titánok, akiknek még nincs licenszük, nem is volt, de reméljük, majd később lesz licenszük. Mindemellett olyan gépcsodákat is láthattunk, hogy tényleg eszméletlen volt. Reggel a gépátvételnél kígyózó sorokban álltak az emberek, az esővel nem törődve a motorjaikkal, és tényleg a DR 650-től kezdve a Ténéri 700-on át, a Husqvarna 701 Enduro, és persze ugye az üzemórás versenymotorok, de volt, akinek tényleg kemény volt a szerszámba is bevállalta a pályát, ami alapvetően teljesíthető volt. Én a nap végén tényleg azt láttam, hogy mindenki mosolygott, mindenki nagyon jól érezte magát, és mindenki megkapta mindazt, amit szerettett volna. Nagyon tetszett, hogy nagyon jó sokan voltak a nézők között is, és tök jó hangulatú szurkolás alakult ki minden kategóriában, meg tök nagy csaták is voltak. Ezekről videót majd a Jeli Attilánál is fogtok látni, mert ők is forgattak. Na meg ugye mi is kint voltunk, majd megkérdezzük a Kámit, hogy sikerült a versenye. Az enyém tök jól sikerült, nagyon jót motoroztam, nem volt esés, nem törtem össze magam, ezért szezon előtti bulinak tök jó volt. Na de, mint ahogy a korábbi videómban mondtuk is, cégszinten is kivonultunk, mert kivittük a TSP EQ-kat, lehetett tesztelni a TSP megírt EQ-ját, illetve lehetett tesztelni Kámi motorját, amin a TSP EQ, illetve az IRK kit volt, ugye az injektor áthelyező kit volt, ezt jó sokan ki is próbáltátok, és most ismeritek a terméket, mindenkinek marhára tetszett, és majd itt szeretnék a videóba becsatolni egy olyan részt, a Sánta Gabi, aki a Husqvarna KTM Centrumnak a versenyzője, de Béta Motorsport alatt versenyzik, most egy 250-es TPI-vel indul az idei szezonba, amivel még amúgy abszolút nem is versenyzett, most lett bejáratva, és az első éles megmérettetése az most volt Nagytarcsán. Az edzéseket, azt hiszem, gondolom, hogy széria EQ-val csinálta? Igen. A széria EQ-val csinálta a szabad edzést, és utána ő is gondolt egyet, és a nálunk lévő EQ-ból főcsattintott, és az első futamot már ezzel teljesítette, ahogy lejött a pedig, úristen gyereket, ez a hatalmas csatában volt az ottkorival, és meg is második lett az első futamban, első lett a második futamában, így megnyerte a rendezvényt, és majd akkor most megnézhetitek, hogy mi az ő véleménye a TSP-ről. Sziasztok! Sziasztok! Volt egy jelentkezőnk, aki kipróbálta a TSP EQ-t, ugye hoztunk ki magunkkal 4 darabot. Ugye most az egyiket kipróbálta itt az egyik kadét versenyző. Átfordítom a kamerát, és akkor megkérdezzük őt, hogy mi a véleménye róla. Sziasztok! Sánta Gábor vagyok, kadét versenyző. És kaptam az Emészgárdtól egy felajánlást, hogy kipróbáljam a TSP gyújtást. És azt mondjam, hogy elég jó. Sokkal érezhető is a motoron, hogy rajta lett, finomabb lett, és valahol hirtelenebb. Milyen motorod van? Azt látjuk, hogy Husqvarna. Nyugodtan beszélj hangosan, mert itt nagyon zaj, és nincs mikrofonunk. Husqvarna TE250 két ütemű. A Husqvarna centrum támogatásában. TE250 TPI, és megkapta most, kapott kölcsönbe egy TSP EQ-t. És most akkor azt érzed, hogy sokkal finomabb lett, sokkal simábban jár? Mennyivel volt érezhetőbb az, hogy mondjuk a teljesítményeden esetleg hozott, vagy inkább azt mondanád, hogy egyenletesebbet tudtál motorozni, vagy rugalmasabb volt a motor? Rugalmasabb volt a motor, főleg még a kőágyon is jobban éreztem, hogy stabilabban átbírok, mert nem rángat annyira a motor, és igen, dinamikusabb lett. Szóval akkor azt mondod, hogy ez így első blikre így megérte? Meg. Kiabb Sánta úr megnyerte a kategóriáját,
apukája elmondása szerint elsőre megy ezzel a motorral versenyen, de majd mindjárt megkérdezzük őt, átfordítom a kamerát, és akkor majd ő mondja a beszámolót. Sziasztok! Igen, elsőnek mentem ezzel a motorral versenyen, és még barátkoztam az első futamba igaz vele, de a másodikban sikerült megnyernem, elég jó tempót menni, és a TSP EQ-val elég jól tudtam menni, nagyon jó volt. És a 20-30 centrum támogatásával jött ez a szép motor. És így, hogy most már ugye mi is hozzájárultunk a nyerésedhez, így akkor az mxgard.com Kft. Támogatásával is nyert. Úgyhogy gyerekek, élete első versenyek ezzel a motorral, a TSP megint jól pirított. Sziasztok!